Sziasztok, üdvözlöm titeket, szép napot nektek! Ahogy a címből, illetve a képekből láthatjátok, a mai videóban egy Michael Kors órát fogunk nektek bemutatni. Ugye ez a Michael Kors, ez mostanában elég népszerű divat márka, elég népszerű több körben is. Ilyenkor karácsonytáján ugye az emberek kapnak, illetve adnak ajándékot, ennek az apropójában fogjuk ezt az órát bemutatni. Lehúzom ezt a kis kupakot, hogy ne legyen unalmas, ez egy Michael Kors MK8281-es típusú óra. Így megmutatom. Ezt fogom mindjárt kivenni a dobozból. A lényeg ennek az órának ugye, hogy egy elég elegáns darab, de mindjárt ezzel is foglalkozunk. Ugye ez a Michael Kors, a teljes neve az Michael David Kors amúgy, tehát nem ez a teljes neve, hanem Michael David Kors a teljes neve, és amúgy ő Carl Anderson néven született 59 augusztusában talán. Ő egy amerikai divattervező, sokan nem tudják róla, egy érdekesség, hogy ő első körben színész volt, elvileg színészként képzelte el az életét, de mivel ez így nem jött be neki, ezért átpártolt ugye a divattervezésre. Jelenleg a Michael Kors mint márkának a tiszteletbeli elnöke, kiegészítőket, órákat, ékszereket, cipőket forgalmaznak, többek közt illatszert is. Körülbelül ez az a pár kategória, amiben most nagyon menő ez a Michael Kors. Elvileg 97 és 2003 közt a Syle francia házba ő volt az első női ruházati tervező, valamint még az, ami fontos, ugye, hogy csináltak egy ilyen holdingot, ez a Michael Kors névből átmentek egy ilyen Capri Holdingba elvileg, és ez magába tömöríti a Michael Kors-t, a Jimmy Choo-t és a Versace-t, tehát ezek így egy, ennek a Capri Holdingnak elvileg a három alapító márkája, de lássuk az órát. Most be fogok öltözni, bebugyolálom magam úgy, ahogy ezt elvárja az etikett. Fel fogok venni egy kesztyűt, és úgy fogom kivenni ezt az órát, hogy ne a zuhlenyomatommal legyen tele az óra, amiközben én azt mutatni fogom nektek. Akkor kiveszem az órát. Kicsit feszes itt az oldala, úgyhogy arra vigyázni kell mindenféleképpen, amikor itt veszitek ki a dobozból, ugye itt egy picit feszes az oldala. Mutatom a kis hozzávalókat a dobozba, ami benne van. Ugye kapsz egy ilyen kis, ez egy fa doboz, ilyen plüsszerű a belseje. Ugye jár hozzá egy ilyen kis Michael Kors kis füzet. Ebben mindenféle specifikációk és egyéb tudnivalók vannak leírva. Ez így néz ki. Ez a címkéje, illetve a típusa. MK8281, ugye japán szerkezetes, viszont szerelve Kínába van, itt a leírás szerint, ez a kis típus megjelölése. Tehát akkor lássuk az órát, most fogok róla mutatni itt egy közelebbit. Próbálom úgy mutatni, hogy ugye ez egy elég letisztult óra, ahogy láthatjátok, van benne három kronográf, a Michael Kors márka megjelölés van középen az órában, a 12-es római szám alatt van rajta dátumfunkció, illetve ugye ez a másodperc mérésére, illetve az óra visszaállítására alkalmas kronográf. Ez amúgy egy Michael Kors Lexington típusú óra, ugye ez a Lexington, ahogy mi tudjuk, vagy ahogy én tudom, ez a magának az órának, a típusának, kialakításának, ugye itt a ez a szí, illetve egyéb szerkezeti elemeknek a megjelölése. Megmutatom az órát így. Amúgy egy nagyon szép, tényleg ilyen nagyon szép arany színű ez az óra. Itt, ahogy láthatjátok, ugye itt a koronában van benne az MK jelzés, majd elképzelhető, hogy több órát is be fogunk mutatni.
akkor majd eltünk egy pár szót ugye az órákról magáról, hogy az órának mik a főbb alkotóelemei. Ugye sokan ugye, hogy kérdezik, hogy az óratok mekkora, ugye meg a korona az mi, elvileg az óratok mérete az az, amit itt láttok, ez a kör alakú rész, és a korona, ugye amivel beállítod az órának azt a részét, ami az órát és a percet mutatja, ez a kis csavaró gomb, ez itt a korona, ahogy láthatjátok, az egy ilyen kis barázdát felület, ugye az MK betűk jelzésével. Nézzük, mi van a hátlapján ennek az órának, így néz ki hátulról. Ugye itt a Michael Kors jelzés, ez egy ilyen színezett szerintem, de valamennyire gravírozott rész is. Ugye ez egy ilyen kis pillangócsat, ahogy én tudom, amivel lehet zárni az órát, de ha nem, akkor kérlek, javítsatok ki. Amúgy sorszámozott a szí, ezt mindenféleképpen megjegyzem. Tehát amit itt látunk, szám az sorszám. Itt látható az órának a fő specifikációja a hátlapon. Ugye itt látod, hogy eredeti fémből van az összes alkatrész. Itt láthatsz benne egy sorozatkódot, ugye, hogy mennyire vízálló. Itt van az MK8281, megpróbálom úgy fordítani, hogy látszódjon, valamint a Michael Kors felirat van még benne. Szerintem ez egy gyönyörű szép óra. Mindjárt mutatom így tovább, közben megpróbálok nektek egy pár fő paramétert elmondani róla. Ugye ez a Michael Kors divatcég amúgy igen kinőtte magát. Amit érdemes róla tudni, az az, hogy például egy érdekesség, hogy az elmúlt évben 1 billiárd dollár volt a cégnek a forgalma, az azt jelenti ugye, hogy a milliárdnak az 1000-szerese, tehát 1000 milliárd dollár. Ennek utána lehet nézni, nem is a tavaly évben, a 2017-es évben. Közben mutatom az órát, a főbb jellemzői az órának, ugye ez egy férfi óra, a méretei az 45 mm x 13 mm, ugye a vastagsága magának az órának, akkor ez egy, ugye, ez egy kvarc szerkezetű óra, ami elemmel működik. A vízállósága az 100 méter. Ez egy kristályüveg itt, egy ásványi kristályüveg, amit láthattok. Amúgy nagyon szép szerintem ez az üveg, tehát nagyon jó betekinthető. Valamint tényleg egy érdekes ragyogást kölcsön az az órának, a számlapja analóg. A tok az rozsdamentes acél, amúgy ugyanúgy, mint a többi alkatrésze is az órának. A számlap színe az sámpány, tehát ilyen pezsgőszínű. Az óra maga ugye aranyszínű. A forma az kerek. Elvileg 200 mm, azaz 20 centi az a kerület, amit az óra szíja ugye maximálisan be tud fogni. És körülbelül ennyi, amennyit így műszaki jellemzőkről el tudok nektek mondani ezzel az órával kapcsolatban. Ami még lényeges, hogyha látjátok itt a szíjat belül, megpróbálom úgy mutatni, hogy látszódjon, ugye szerintem egy ilyen óra mindenféleképp megérdemli azt, hogy olyan emberhez vigyük el, egy kicsit megpróbáljuk fentebb tolni a... Itt láthatjátok, hogy ilyen érdekes nyilak vannak a szíjon. Ugye ez jelöli, még nyilakkal is jelölik, hogy melyik azok a részek, ahonnan szemet lehet kivenni a szíjból. Szerintem egy ilyen óra mindenféleképp megérett ugye arra, hogy normális órásmesterhez vigyétek el. Nem szabad kókányolni, ütögetni, véleményem szerint érdemes ráadozni ezt a pár száz forintot, hogy egy szakember kivegye belőle azt a szemet, amit esetleg nektek a viselésben nem jó, hogy benne van, vagy éppen kevesebb, mert kéztől veszed. Amúgy, ami még látható, ott belül van egy ilyen perc, hanem az is lehet akár ilyen perc beosztás itt az óra kerületén. Megpróbálom a kamerát beállítani. Amúgy véleményem szerint ez az egyik legszebb óra. Persze ízlések és pofonok, de lesz még óra, amit bemutatunk, de az amúgy felvéve nagyon gyönyörű. Megmutatom még egyszer az órát így teljesen, így közelről.
így néz ki ez az óra. Kíváncsi vagyok véleményetekre, volt-e már esetleg dolgotok Michael Kors órával, láttatok-e már ilyet, viseltetek-e ilyet? Például olyanokra vagyok kíváncsi, hogy az órának a színezése, amivel ugye nyilván ez a rozsdamentes acél színezve van, ez mennyi idő alatt kopik meg, vagy mennyi idő alatt kezdi el engedni a színét, úgymond. Mert ugye viselésnél azért, amikor a bőrrel érintkezik a felülettel az órának az anyaga, ott hamar észrevehető némely típusokon. Nem akarok márkát mondani, hogy melyik volt az a márka, amelyik nagyon rosszul vizsgázott. Köszönjük szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, reméljük, hogy egy szép és érdekes darabot tudtunk így valamennyire bemutatni, meg egy-két plusz információval tudtunk szolgálni. Jó vásárolgatás mindenkinek, ahogy mondani szoktuk, valamint mivel jön az új év, ezért boldog új évet kívánunk mindenkinek. Köszönjük szépen, sziasztok!